Veszélyes az alkohol, világszerte 3 millió áldozatot követelt 2016-ban a WHO felmérése szerint. Kiskorúak a bíróságon, gyermekközpontú igazságszolgáltatás a törvényszéken. Poloska invázió. Eddig is jelentős mennyiségű poloskával lehetett esténként a lakásokban találkozni, októbertől azonban fokozódhat a rovarok inváziója. Az alkohol felelős a világ haláleseteinek több mint 5%-áért. Ez évi 3 millió áldozatot jelent, derül ki az Egészségügyi Világszervezet jelentéséből. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Ebből az esetszámból 2,3 millió halálesetet férfiak szenvedtek el 2016-ban. Jelentős az ittas sofőrök száma is, de az alkohol egészségügyileg is veszélyes. A felmérésekből pedig az is kiderült, hogy a 15 éves magyar lányok egyharmada már legalább háromszor volt részeg életében. Ez az ittas vezető még júniusban hajtotta a körforgalom tetejére Nyíregyházán. Ebből a balesetből nem lett súlyos sérülés, nem úgy, mint szeptember közepén ennél a halálos balesetnél Kótajban. Itt is feltehetően ittas volt a sofőr. De nem csak az autóba tilos beülni alkoholos befolyásoltság alatt. Tavaly tavasszal motorkerékpáros vesztette életét a 4-es számú főútvonalon, amikor ittas volt, és szintén tavaly, 2017-ben gyalogosan közlekedő férfit gázoltak halálra az M3-as autópályán, ott is bebizonyosodott, hogy igencsak illuminált állapotban közlekedett az autópályán, amikor halálra gázolták. És nem beszélve arról, hogy hány kerékpáros veszti életét, amikor elmondják nagyon sokan, hogy kacsázva közlekedett a kerékpáros. Nem beszélve arról, hogy kivilágítás nélkül sötét ruházatba, sötét kerékpárral. Ezt a totálkárosra tört autót is feltehetően egy ittas férfi vezette a hét elején Bedőbokornál. A helyszínen ugyanis pozitívan jelzett az alkoholszonda. A sofőr sokszor nem tudja megítélni saját állapotát, ennek eredménye, hogy árokba borul, vagy mint ahogy itt is történt, villanyoszlopot dönt ki. Azonban fontos megjegyezni, hogy a részeg állapotban még sétálni is veszélyes lehet. Hány olyanról hallunk, hogy földön fekvőt gázolnak halálra? És nem is egy gépkocsi ment át, például legutóbb is említett halálos balesetnél azon a földön fekvő gyalogoson, hogy meg se tudták számolni, hogy hány gépjárművezető nem vette észre, hogy földön fekszik valaki, mint elmondták, azt hitték, hogy egy elütött állatról van szó. Az alkohol azonban nem csak ilyen módon vezethet halálhoz. Magyarországon akár 900 ezer mértéktelen ivó is lehet. Az alkohol megközelítőleg 8000 áldozatot követel évente, a leszokás pedig épp úgy egy hosszú távú folyamat eredménye, mint a rászokás. Erről korábban 35 perc című műsorunkban dr. Erdélyi Ágnes beszélt. Mi egy összetettebb szemlélettel próbálunk segíteni a gyógyulóknak, vagy a gyógyulni szándékozóknak. Egyrészt az, hogy van egy rövidebb gyógyszeres szakasz, amikor a akut megvonásos tüneteket kezelni kell, amikor szüksége van arra, hogy támogassuk a szervezetet, hogy ne legyenek súlyosabb szövődmények, vagy kezeljük már azokat a szövődményeket, amik esetleg kialakultak az italfogyasztásból. Nagyon sokszor, amikor kihúzanodik az illető, és ott állunk már több nap óta, el nem fogyasztott alkoholmentesen, száraz állapotban előkerülnek szorongások, pánikbetegségek, mint amik társulnak, depressziós tünetek, ezekkel is muszáj foglalkozni. De ha csak a depresszióját kezelem, akkor attól még a szenvedélybetegség fennmarad, és ugyanúgy visszaesik, a kettőt párhuzamosan kell kezelni. És a gyógyszeres terápián túl csoportfoglalkozásokat már elég korán elkezdjük, amiben nagyon sokféle lehetőség közül tud választani az illető. Ezek tükrében az alkohol felelős a világ haláleseteinek több mint 5%-áért, ez évi 3 millió áldozatot jelent. A 15 éves magyar lányok egyharmada már legalább háromszor volt részeg életében, ez is a WHO felméréséből derült ki. A 36 vizsgált európai ország eredményei közül az olvasható ki, hogy Magyarországnál csak Walesben és Dániában rosszabb a helyzet. A felmérés szerint leginkább a brit szigeteken és az egykori szocialista országokban jelent problémát a fiatal lányok alkoholizmusa. A fiúk körében még rosszabb a helyzet. A felmérés szerint legalább 41,2%-uk volt már kettőnél többször részeg. Ezzel az arányjal a magyar fiatal fiúk listavezetők egész Európában.
A gyermekközpontú igazságszolgáltatás program célkitűzéseinek megfelelően a nyíregyházi törvényszék kiemelten foglalkozik azzal, hogy a gyermekek jogai az őket érintő eljárásokban megfelelően érvényesüljenek. A program 2012-ben indult. Ennek egyik kiegészítése a nyitott bíróság program, amelyen szakemberek tartanak felvilágosítást a kiskorúaknak. A gyermek érdeke mindenek felett. Ez egyfajta irányelve a gyermekközpontú igazságszolgáltatás programjának. Ezt az érdeket pedig megfelelően kell érvényesíteni akkor is, ha a gyermek bűncselekményt követett el, de akkor is, ha a szülők vitája miatt kerül bíróság elé. Hivatalosan 14 éves korig gyermek a gyermek, 14 és 18 év között kiskorúnak minősül. Hangzott el szerdai 35 perc című műsorunkban. Attól félsz, amit nem ismersz. Ez az, amit mindenképpen meg akarunk oldani, és éppen ezért a bíróság, az Országos Bírósági Hivatal vezetésével a törvényszékünk is mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek felvilágosultak legyenek a saját jogaikat illetően. Van egy nagyon fontos programunk, ez a nyitott bíróság program. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy iskola, egy osztály érdeklődik, hogy mi zajlik a bíróságon, akkor felkészült bírókollégák mennek el az iskolákba és tartanak osztályfőnöki órát, és azt kell mondjam, az a tapasztalat, hogy amikor a bíró életszerűen mondja el nekik, hogy egy füvesztigit elszívni, az nem egy jó buli, hanem az már bűncselekmény, akkor még a 17 éves szakközépiskolás gyermek is megszeppenve ül. Ezt 2012 óta tudják igénybe venni az oktatási intézmények. A nyíregyházi törvényszéken kialakítottak egy különleges, úgynevezett gyermekmeghallgató szobát is. Itt szokták meghallgatni a gyermekeket civil ruhában, kényelmes körülmények között. A gyermekkel kommunikálni az egy teljesen önálló foglalkozás, én ezt kell, hogy mondjam, meg kell tanuljuk a gyermekeknek a nyelvét. És pénteken volt szeptember 21-én a törvényszéken egy szakmai nap, ahol Marosi Zita és dr. Gavallér Andrea pszichológus asszonyok voltak a meghívott vendégek, és ők maguk adtak át nekünk olyan szakmai tapasztalatot, ami segítséget nyújt nekünk is abban, hogyha gyermeket hallgatunk meg, akkor milyen irányultságúak legyenek a kérdések. Magyarország kormánya 2012-ben meghirdette a gyermekközpontú igazságszolgáltatás évét, azóta az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását. 9000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy elhagyott ladanívában a zöld határon, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az orgazdák megjelenése előtt éjjel bukkantak rá a NAV munkatársai egy hátrahagyott autóra a zöld határon. A Tisza árterületén járőröző pénzügyőrök gyanús keréknyomokat követve jutottak el a fák közé rejtett ladanívához, amit a műúttól 2-3 kilométerre parkoltak le, benne hagyva az indító kulcsot is. Az őrizetlenül hagyott autóban 9000 doboz cigarettát rejtettek el. A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű füstölnivalót lefoglalták, és orgazdaság miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Nincs ellenük hatásos védekezés, és még a mínusz 20 fok sem pusztítja el őket. Eddig is jelentős mennyiségű poloskával lehetett esténként a lakásokban találkozni, októbertől azonban fokozódhat a poloska invázió. A téli szálláskereső rovarok tömegeinek ugyanis kiváló menedéket jelentenek a házak zúgai. A lakásokba tévedő két poloska faj emberre nem veszélyes, növekvő számuk azonban valódi veszélyt jelent a mezőgazdaság számára. Az egyik rendszeresen lakásba belátogató és ott telelni átpróbáló poloska a Bence poloska. Augusztusban még a lámpafényre tévedtek be esténként a lakásokba a poloskák. Az első őszi hidegekkel azonban tömegesen igyekeznek búvóhelyet találni a hangosan zümmögő rovarok. A lakásokba két fajuk, a zöld poloska és a Bence poloska tér be egyre nagyobb számban. Télen azért csapatokba verődnek, és meleg helyeket keresnek maguknak, ezeknek a lakásaink tökéletesen megfelelnek, és nagyon-nagyon nehéz egy lakást hermetizálni ellenük, mert a legkisebb redőnyrésen, a legkisebb szellőzőnyíláson, vagy egy tetőablakon, vagy akár egy ablak lécrepedéseken keresztül is képesek bejönni, és meghúzni magukat a télére. A behurcolt idegen honos poloskák megállíthatatlanul és egyre növekvő egyedszámmal árasztják el Magyarországot, és már városi problémává nőtte ki magát tömeges jelenlétük. A rovarok térnyerése a klímaváltozással is összeköthető, hiszen az enyhe telek és a nyárias ősz kedvezőek számukra.
de még a mínusz 20 foknak is ellenállnak, hisz az extrém hideget, a zavarban vagy éppen a házak zugaiban meghúzódva vészelik át, védekezni pedig nehéz ellenük. Nincs tökéletes védekezési mód. Ha a lakásunkat jól hermetizáljuk, tehát a réseket jól lezárjuk, ez nem csak a poloskák ellen, hanem mondjuk a hőszigetelésnek is viszonylag jót tesz, illetve vannak ilyen népi praktikák, hogy fokhagymás oldatot kell készíteni, vagy teaolajas oldatokat, és akkor ezeket ilyen kis virágpermetező szóróval az ablakok környékét beszórni. Őszinte vagyok, ezekben én annyira nem nagyon hiszek. Megoldást a gumikesztyű és a nájlon zacskós gyűjtés vagy a porszívó jelent. Ezek a poloskák bűzétől is megvédenek minket. A jó hír, hogy a két poloskafaj emberre ártalmatlan. Rossz hír viszont, hogy mivel mindkét faj növényi nedveket szívogat, így a zöldségfélékben, a szántóföldi növényeken és a gyümölcsösökben is felmérhetetlen károkat okozhatnak világszerte. Hatékony, hosszú távú, akár rovarölőszeres védekezés pedig egyelőre nincs a poloskák ellen. Nyíregyháza volt az első állomása annak a konferencia roadshow-nak, amelyet a Piac és Profit szaklap szervezett az év második felére. Az öt állomásból álló sorozat vidéki, kis- és középvállalkozások vezetőinek tart előadásokat a fejlődés és a fejlesztés lehetőségeiről. Ezúttal a digitalizációra helyezték a hangsúlyt. Nemrég nyílt meg a Magyar Fejlesztési Bank 60 milliárd forintos hitelkerete a digitális fejlesztésekre. Így már nincs fejlődésgátló forráshiány, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában tartott konferencián. Az MFB vállalkozások számára elérhető új hiteltermékeiről részletes információkat kaptak a rendezvényen megjelent kis- és középvállalkozások képviselői. Mik a keretszámok? 1 millió és 50 millió forint közötti hitelösszegről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ez pont az az összeg, ami összeghatár vagy sáv, ami a kisebb vállalkozásoknak is abszolút elérhető, és ha mellé teszem azt, hogy ebben a programban közel 60 milliárd forint van annyi lehet átcsoportosítva erre a finanszírozásra, akkor azt gondolom, hogy számosságban is ez nagyon sok vállalkozást jelent, aki élhet ezzel a programmal. Az első két hétben több száz pályázat érkezett erre, így a 60 milliárd forintos keretből 4 milliárd forint már elfogyott. A hatékonyság növeléshez azonban elengedhetetlen az információs technológia és az automatizálás összefonódásából eredő szemléletváltás, nem csak a gyártásban. Az új gondolkodásmóddal lehet csak az ipar 4.0 korszakában versenyben maradni. Az üzleti szektor egyik legnagyobb problémája azonban még mindig a munkaerőhiány. A betöltetlen álláshelyek száma 30%-kal növekedett a tavalyi évhez képest. Nyilván az, hogy most 83 ezer fő, az sok vagy kevés, az megítélni viszonylag nehéz. Hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a teljes nemzetgazdasági szempontból számított álláshelyek majdnem 3%-a betöltetlen, tehát lenne hely, csak nincs, akit oda föl tudnak venni számtalanokból. Ez egy nagyon fontos mutató, azt gondolom. És nagyon fontos mutató az, hogy abból a 83 ezerből 62 ezer az gyakorlatilag a versenyszférában jelentkezik. Tehát, hogy itt azért a vállalkozások számára ez egy kézzel fogható, a bőrön érződő probléma. A szervezők szerint sikeresek ezek a konferenciák, hiszen általában 100 fő vesz részt rajtuk. Főleg IT szakemberek, HR-esek és pénzügyi osztályok képviselői. A nyíregyházi konferencián 14 különböző előadást hallhattak az érdeklődők. A roadshow következő állomásai Kecskeméten, Székesfehérváron, Győrben és Budapesten lesznek. Különleges külsejű varacskos disznók érkeztek a nyíregyházi állatparkba. Ez a közepes termetű páros ujjú patás, nagy fejjel, rövid nyakkal, erős testtel és durva sörte-szerű szőrzettel rendelkezik. Nevét a fejön lévő 6 porcos kinövésnek köszönheti, amely a szem és arc védelmét szolgálja. Ráadásul szemfogai jellegzetes agyarrá módosultak, amelyek akár 30 cm hosszúak is lehetnek, így különleges külsőt adnak az afrikai szavannák jellegzetes sertésféléjének. A nyíregyházi állatpark új csapata jelenleg 2 ivarérett nőstényből és 1-1 kan süldőből áll, akik a hollandiai Arnhem állatkertjéből érkeztek a Szabolcsi megye székhelye.
Keleti rangadót játszik szombaton a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 9. helyezett együttese a tabellán közvetlenül előtte álló Debrecen otthonába látogat. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A Debrecen eddig a Nyíregyháza és a Diósgyőr ellen játszotta a keleti rangadókat, szombaton azonban egy új keletről érkező ellenfél látogat a Nagyerdei stadionba. Az újonc kisvárda a Lokival ellentétes utat járt be az eddigi 8 fordulóban. A szombati házigazda jól kezdte a bajnokságot, azonban az utóbbi 4 fordulóban 2 vereség mellett 2 döntetlent játszott Herceg András együttese. A várdaiak 4 vereséget követően 8 pontot szereztek, úgy, hogy 2 utolsó meccsükön győztek Dajka László tanítványai. Így a tabellán a 8 pontos kisvárda megérkezett a 10 pontos Debrecen mögé. Lépegetünk előre, talán ugye labdarúgás mindenki szegmensében, egy picit már léptünk előre. Egyetlen egy dolog van, hogy úgy gondolom, hogy nincs nekünk félnivalónk senkitől. Megpróbálunk úgy futballozni, ahogy eddig is futballoztunk. Biztos vagyok benne, hogy a hazai csapat is megtesz mindent, hogy otthon tartsa 3 pontot. Nekünk egy feladatunk van, hogy próbáljuk azt hozni, ami az utóbbi hetekben jellemzett minket, már pedig a stabil labdatartás és abból átmenni támadásba. Én nagyon remélem, hogy ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani, és bízom abban, hogy a csapat sikeres lesz. A Debrecen vezetőedzője nehéz mérkőzésre számít, de szeretné, ha már a kisvárda ellen visszatalálnának a bajnokság elején járt útra. A kisvárda az utóbbi időben nagyszerűen szerepel, ugye, eredményes jól is játszik, ugye úgy néz ki, hogy ugye összeszoktak itt a játékosok, meg azt gondolom, hogy az elején nagyon nehéz volt a sorsolásuk is, de valóban meggyőző és jó testvényt nyújtanak. Hát nekünk is az a célunk, hogy minél hamarabb újra elkapunk, ahonnan az lábra kapunk, és hát nagyon nem bánnánk ebben a kisvárda előtt találkozó négy lenne. A kisvárda Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A 9. forduló további párosítása a következő, Puskás Akadémia Budapesti Honvéd, Szombathely Paks, MTK Budapest Mezőkövesd, Ferencváros Újpest és Diósgyőr Molvidi. 25 pontos vereséget szenvedett Oroszlányban a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az első fordulóból elmaradt mérkőzés pótolva 104-79-re kaptak ki a hazaiaktól. Siska János együttese legközelebb Budafokon lép pályára. A két csapat az elmúlt 2 szezonban rendre szoros meccseket vívott egymással, így a nyíregyháziak abban a reményben utaztak a rangadóra, hogy megnehezítik az Oroszlány dolgát. Ehhez képest repülőrajtot vett a házigazda, 10 perc játék után 37-23 állt az eredményjelzőn. A második negyedben újabb 8 pontot tettek hozzá előnyükhöz a hazaiak, amivel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést. A harmadik negyedben 6 pontot faragtak hátrányukból a cápák, de a záró 10 perc ismét az oroszlányé volt, így végül 25 pontos vereséget szenvedett a Blue Sharks a bajnoki cím egyik várományosától. Az Oroszlány az első hazai mérkőzését játszotta, és nagyon fölspanolva érkeztek a pályára, és sajnos az első lendületüket nem tudtuk megállítani, onnantól kezdve pedig nagyon sikeresen befejezték a támadásaikat, és új erőt kaptak, és egyszerűen nem lehetett velük mit kezdeni. Jól játszottak, és megérdemelten győztek. Olyan dubó százalékot produkáltak, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kiemelkedő, 60% körüli dobó teljesítmény egy mérkőzésen, azért az nagyon durva és nehéz ellenük mit tenni ilyen szituációkban, ráadásul minden éles helyzetben, minden kritikus pillanatban olyan kosárral tudtak válaszolni, vagy olyan kosarat tudtak szerezni, ami megállította a lelkesedésünket, vagy a lendületünket, de nekünk mindenféleképpen javulni kell a lepatanuk megszerzésében. Nem lehet, hogy minden mérkőzésen veszítsünk ebben, ha nem javulunk és nem fejlődünk, akkor nagyon nehezen fogunk tudni nyerni. A nyíregyházi csapat külföldi játékos nélkül lépett pályára Oroszlányban. A szakmai stáb egyelőre még keresi azt a kosarast, aki hasznára lehet a cápáknak a bajnokság további részében. Olyan játékosra van szükségünk, aki tud segíteni a lepattanóban, de ez nem a palánk alatti területet jelenti. Jó lenne, hogyha a mezőny területéről is érkezne egy kis segítség, és
sokkal jobban tudnánk megszerezni ezeket a labdákat, hiszen több támadás lehetséges akkor, ha több lepatanunk van. A Honvéd ellen is 54-et dobtunk rá, 54 támadás, az nagyon kevés egy mérkőzésen, azért 60 fölötti csapásszámmal kellene rendelkezni, tehát úgy gondolom, hogy a hármas pozíció környékére szükséges egy ember. Két fordulót követően a Veszprém, az Oroszlány, a MAFC és a Miskolc 100%-os az NB1-B piros csoportjában. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Nyíregyháza Búsárc a jövő hétvégén Budafokon lép pályára. Rendhagyó futballmeccset játszanak pénteken Fényes Litkén. Az úgynevezett papi foci keretben a görögkatolikus pap válogatott, a magyar jogász egylet válogatottja ellen lép pályára. A két csapat hetedik alkalommal mérkőzik meg egymással. A találkozó 14 órakor kezdődik a Fényes Litkei sportpályán. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az alkohol okozza a világ haláleseteinek több mint 5%-át, azaz évi 3 millió áldozatot követel, derül ki az Egészségügyi Világszervezet jelentéséből. Ebből a számból 2,3 millió halálesetet férfiak szenvedtek el 2016-ban. Jelentős az ittas sofőrök száma, de az alkohol egészségügyileg is veszélyes. A felmérésekből az is kiderült, hogy a 15 éves magyar lányok egyharmada már legalább háromszor volt részeg az életében. Magyarország kormánya 2012-ben hirdette meg a gyermekközpontú igazságszolgáltatás évét, azóta az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás programjának célja, hogy mindazok a bírák, akik az eljárásuk során gyermekekkel kerülnek kapcsolatba, a megfelelő bánásmóddal, érzékenységgel kezeljék őket, legyen szó családjogi vagy akár büntetőperről. Ezért kiemelt jelentősége van a bírák képzésének. Eddig is jelentős mennyiségű poloskával lehetett esténként a lakásokban találkozni, októbertől azonban fokozódhat a poloska invázió. A téli szálláskereső rovarok tömegeinek ugyanis kiváló menedéket jelentenek a házak zugai. A lakásokba tévedő két poloska faj emberre nem veszélyes, növekvő számuk igazi veszélyt a mezőgazdaságra jelent. Nincs ellenük hatásos védekezés, és még a mínusz 20 fok sem pusztítja el őket. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 27-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, kissé melegebb időre van kilátás. Továbbra is anticiklon alakítja térségünk időjárását. Az éjjeli órákban derült, száraz idő várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos időre lehet számítani, csak estétől kezdődik felhősödés. Csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton újabb hidegfront vonul át hazánk felett, emiatt a nap első felében szorványosan várható eső, zápor és a szél is megerősödik. Délutánra azonban már kitisztul az idő, és vasárnap és hétfőn is napos, száraz, de ismét hűvösebb időre készülhetünk.